Ebben a videóban az Office 365 vagy Microsoft 365 környezethez készült gamifikációs modul működését fogom bemutatni. A működéshez tartozik egy leírás is egy blogpostban, ami a képen látható. Ennek az elérését majd mellékelni is fogom a videóhoz. Ez azért fontos, mert innét tölthetők le azok a fájlok, amik szükségesek a működtetéshez. Ezen a linken megnyílik egy tárhely, és itt tölthetők le a szükséges fájlok. Látható, hogy egy Excelre és három scriptre van szükségünk a modul működtetéséhez. És ezen a képernyőn most egy Office felhasználó OneDrive tárhelye látható. Ide már fel van töltve ez a bizonyos Excel fájl, és amire szükségünk van, a három darab script, ezeket pedig a dokumentumok mappában és az azon belül lévő Office scriptek mappában kell elhelyezni, ide kell bemásolni. Hogyha nincs ilyen Office scriptek, illetve dokumentumok mappa a tárhelyünkön, akkor csak egyszerűen létre kell hozni itt az új mappa létrehozásánál. Létrehozzuk a dokumentumok mappát, az Office scriptek mappát, és abban másoljuk a scripteket. Minden egyes osztálynak vagy tanulócsoportnak külön Excel, tehát külön ilyen modult kell létrehozni. Ezt ebből az alap fájlból másolással, másolás máshová parancsot választva, itt kiválasztom a saját tárhelyet, és ugye létrehoztam már egy osztályok mappát, és ide másolom, megnyitom ezt a mappát, és itt mondjuk ezt átnevezem, hiszen hogyha egymás mellett lesznek az osztályok vagy tanuló csoportok, akkor ugye nem lehetnek azonos nevűek, tehát ezt elnevezem mondjuk 9A névre ezt a fájlt, és ez meg is történt. És akkor megnyitom. Nagyon fontos, hogy ennek az Excel fájlnak, ennek a gamifikációs modulnak online tárhelyen kell lennie. Ez egyrészt azért van, mert a scriptek csak az online Excelben futtathatók, másrészt meg kell osztanunk az osztállyal, és hát ez csak úgy lehetséges, hogyha ugye interneten keresztül online elérhető ez a táblázat. Itt látható, hogy már felvettem 9 diákot ebbe az osztályba, ebbe a tanuló csoportba. A teljes névhez természetesen ugye a teljes neveket kell beírni. Ezek egyébként nem vagy nem feltétlenül lesznek láthatók a diákok számára, és a névoszlopba pedig a nevek től eltérően, tehát nem csak neveket, hanem bármilyen egyéb azonosítókat, álneveket, bármit írhatunk. Így, ha szükséges, akkor elérhető, hogy a diákok ne tudják azonosítani egymás eredményeit. A használat elején létrehozok egy témakört, ez legyen mondjuk egy téma, hogyha több szóból áll a témakörnek a neve, akkor ne hagyjunk space-t, hanem használjuk mondjuk az alulvonást. Én most csak ezt a témát, egyébként lehet nyugodtan ékezetet is használni. És megyek az automatizálás menübe, itt fognak megjelenni azok a scriptek, amiket már feltöltöttem az előbb. És az új témakörre kattintva létrehozok egy új tanulási időszakot, itt futtatni kell ezt a scriptet, meg kell várni, amíg a script lefut. Itt látjuk, hogy meddig fut a script, amikor ez az információt eltűnik, akkor futott le teljesen. Ez néhány másodperc alatt megtörténik, kész is van. Ezt be lehet zárni, és látjuk, hogy létrejött az első téma, amiben a program fölvette azokat a diákokat, akiket korábban már én ugye a vezérlőn beírtam, és így néz ki alaphelyzetben, alapállapotban az első tanulási időszaknak a pontgyűjtő táblázata. A pontokat, itt ezeket természetesen átírhatjuk, ezek ugye azok a ponthatárok, amelyeknek az elérése minimálisan szükséges az adott
érdemjegyhez, hogyha nem ezeket az alapértelmezetteket szeretnénk használni, akkor ezeket itt írjuk át. Az oszlopok elvileg remélhetőleg egyértelműek, a korábbi hitelpontnak itt még nincsen jelentősége, ennek majd a következő tanulási időszakban lesz jelentősége, a hitelpontot majd ugye akkor kell beírni, vagy lehet beírni, hogyha a tanulási időszak végén a diák szeretne tőlünk kérni hitelpontot, az összes pont értelemszerűen ugye a pontok összessége, amiket majd mindjárt be fogunk írni. A mesterpontok ugye az 1700, jelen esetben 1700, ugye az ötös érdemjegyhez szükséges minimális pont fölött megszerzett pontokat mutatják, és a kihasználatlan pontszerzési lehetőségek pedig információ a diákok számára, ugye amikor sok témát, sok oszlopot, sok pontszerzési lehetőséget fölvittünk ebbe a táblázatba, akkor esetleg már nehezebben áttekinthető, tehát itt egy ilyen egyszerűsített információ lesz a diák számára, hogy hány lehetőséget nem használt ki. Na, akkor kezdjük is a pontok beírását. Kiválasztom az oszlop beszúrása scriptet, kattintok a futtatásra, megvárom, míg lefut, ugye futtatjuk a scriptet, és amikor ez eltűnik, akkor van teljesen kész, látható, hogy megjelent egy új oszlop. Az neve vagy oszlop 1, hogyha most még egyszer futatom ezt a scriptet, ugye nem lehetnek azonos nevű oszlopok, akkor a program automatikusan oszlop 2-nek fogja elnevezni a következőt, de hát ezeket természetesen érdemes átnevezni, hogy egyértelmű legyen, hogy melyik oszlopba, melyik feladat, ez mondjuk az első feladatnak, ez pedig a második feladatnak. Hopp, ezt rossz helyre írtam. Így talán jó lesz, amit nem tűnt el, akkor ezt most kitörlöm. Tehát, hogy melyik oszlopba, melyik feladatnak a pontszámai kerülnek, az elsőre mondjuk mindenki 200 pontot kap, akkor ezt ugye a szokásos módon, és általában egyébként az Excelben megszokott módon lehet dolgozni. Meghúzom is. Ja, hogyha kijelöltem volna, itt valamit nem jól csináltam. Akkor mindenkinek beírja a 200 pontot, és a második feladatra ugye nem azonos pontokat kaptak a diákok. Most csak ugye nyilván random számokat beírok. És akkor látjuk, hogy az összes pontnál értelemszerűen megjelennek az összesített pontok. Na most akkor azt fogom tenni, hogy a harmadik oszlopnál pedig már annyi pontot adok, hogy a mesterpontok is helyenként megjelenjenek. És most a kis okos program ugye a feladat 1 és 2 után a feladat 3 nevet adta ennek az új oszlopnak. Itt mondjuk ugye, hogyha a Lucának adok még 1000 pontot, akkor ő pont 1700 pontnál tart, tehát neki még éppen nincsen mesterpontja. Az Ádámnak pedig 1001 pontot adok, akkor neki ott egyből ugye van egy mesterpontja. És akkor mondjuk a Daninak pedig 999 pontot adok, akkor ugye 1699-el. És hogyha így állunk a tanulási időszak végén, akkor valószínűleg Dani azt fogja kérni, hogy kaphasson egy hitelpontot, amit természetesen ide kell beírnom. Kap egy hitelpontot, akkor neki is van 1700 pontja. És itt most azt fogjuk látni, hogyha létrehozzuk a következő tanulási időszakot, akkor ez a hitelpont meg fog jelenni a következőben mínuszpontként. De mielőtt ezt megtenném, egyébként a vezérlőn kell megtenni, megmutatom, hogy mi a jelentőség ennek a két piros táblázatnak. Hogyha a következő témakörnek szintén azt a nevet szeretném adni, hogy téma, és létrehoznám ezt az új témakört, futtatom a scriptet, akkor azt fogjuk látni, hogy ez nem történik meg, hiszen már van egy ilyen nevű témakör, egy ilyen nevű
lap az Excelben, és meg is kaptuk a hibaüzenetet, tehát csak más nevű, mondjuk téma 2. Témakör tanulási időszakot lehet létrehozni, és újra lefuttatom ezt a scriptet, akkor most már létrejött ez a bizonyos új tanulási időszak, és a téma 2-ben azt látom, hogy Dani, akinek korábban volt egy hitelpontja, az itt ugye megjelent, és mínusz egy pontról kezdi a következő tanulási időszakot. És akkor még azt is megmutatom, hogyha menet közben új diák érkezik az osztályba, akit most itt csak egyszerűsítve diák 10-ként fölveszek, és elnevezem Andrásnak, akkor a rákövetkező tanulási időszakban, tehát ugye itt ebbe a meglévő időszakban már nem fog bekerülni, de hogyha most létrehozom a következő tanulási időszakot, akkor a menet közben érkezett diák, megvárom, míg lefut a script, igen, most van kész. Akkor a menet közben érkezett diák. Itt megjelent ugye az András nevű, akit az előbb vettem fel. Igen, és közben akkor itt szépen megszaporodtak a lapok az Excelben. Van egyébként még egy elrejtett lap is, ezt jobb klikkel lehetne felfedni, ezt segédnek neveztük el, de nincs szükség arra, hogy foglalkozzunk vele, meg lehet nézni, csak adatok vannak, tehát ezt tulajdonképpen soha nem kell megjeleníteni. Amiket nem néztünk még meg, az a dicsőségtábla, illetve majd még a rakéták. A dicsőségtáblán néhány szempontból a legjobban teljesítő diákok jelennek meg, csak a legjobbak, tehát 5 legjobb, na most ugye valamilyen témakörben, az aktuális témakörben még mindenkinek 0 pontja van, ez amit most hoztam létre, tehát itt ugye még nem tud sorrendet létrehozni a program, de a legutolsó, tehát az összes témakör szerint ugye a legjobb 5 diákot jeleníti meg, mesterpontok szerint is a legjobb 5 fog itt megjelenni, de hát most csak ugye egy mesterpontosunk van, és én meg kiemeltem azokat is, akiknek nincsen hitelpontjuk, hát itt ugye elég sokan vannak, akiknek szerencsére ugye nem kértek hitelpontot. És akkor végezetül van még ez a rakéták nevű lap, ez most itt elég unalmasan néz ki, mert ugye a legutolsó témakörben még senkinek nincsen pontja, ezért megpróbálom, hogy mi történik akkor, és ezt a törlést még talán nem is néztük, hogy mi történik akkor, hogyha én most a legutolsó ezt a 3-as témát kitörlöm, és erre szolgál ez a törlés script. Ha lefuttatok, akkor a 3-as téma itt el fog tűnni. Sőt, igazából, ha jól emlékszem, akkor a téma 2-ben sem adtam pontokat, tehát még most sem nagyon történt semmi a rakétáknál, úgyhogy megyek vissza, és kitörlöm ezt a téma 2-t is. És akkor minden jól megy, akkor a téma szerint majd a rakéták szépen mutatják a diákok teljesítményét, ez a grafikus megjelenítés, itt most ez éppen még nem frissült, és hogyha ez most nem, de jó, most nem is kellett frissítést nyomnom, viszont ez lehet, hogy úgy fog jól látszódni, hogyha kiteszem teljes képernyőre, így van. Jó, és akkor itt látható, hogy ugye a pontszámok szerint 3-an már elérték az 5-öshöz szükséges 1700 pontot.
és a több diák pedig szépen itt következik utánuk a megadott pontok alapján.